szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a Lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytatjuk a János Evangélium olvasását, folytatjuk a 17. fejezet utolsó szakaszának elemzését, de belemélyedünk a mai alkalommal egy újabb fogalom tisztázásába. Ez pedig a dicsőség fogalma, amit szeretnénk megérteni és megismerni. Mit jelent az isteni dicsőség? Istennel kapcsolatban tudunk csak beszélni a dicsőségről, és oda lapozunk a katekizmusban ahhoz a szószedethez, ahol az Isten dicsőségére vonatkozó tárgymutató található, és mindezt azért tesszük, hogy jól értsük Jézus szavát, amit a 17. fejezetben olvasunk, a 22 versben megosztottam velük a dicsőséget, melyben részesítettél, hogy egyé legyenek, amint mi egy vagyunk. Megosztottam a dicsőséget. A dicsőség szó a közértelemben, a köznapi fogalom használatban általában az elismerést, a hírnevet, más szavakkal a Népszerűséget, mondhatnánk idegen szóval a sztár állapotot szokta jelenteni, hiszen a sztár, mint csillag, ugye a magyar nyelvben is már évtizedekkel ezelőtt is használták a film sztárok esetében magyarul azt, hogy film csillag valaki. Tehát egy nagyon ismert világszerte, ismert színész, színésznő csillogott nem csak az ékes ruháiban, vagy a kiválóan alakított szerepeiben, hanem a csillogás az az ismertséget jelentette. És a dicsőséghez a képzetünkben, gondolatainkban, még keresztény értelemben is mindig hozzátartozik a világítás, a ragyogás, a tündöklés, a fényesség, hiszen a szentek, akik megdicsőültek, akik Isten világába jutottak, ők is viselik ezt a fénykoronát a fejük körül, mégpedig a glóriát, ami magyarul azt jelenti, hogy dicsőség. A dicsőség fénye, így szoktuk a szenteket ilyen háttérfényjel, sugárzással, fénysugárral ábrázolni, vagy hát egy aranyszínű arany kör veszi körbe a fejét az adott szentnek, a szentképeken, ikonokon, és ezek jelzik a dicsőségnek a fényét. Tehát mindig a sztár, a csillag, a csillogás, a világítás, ezek a képzeteinkben szerepelnek. Na de most, hol csillogott, villogott az Úr Jézus? Hogy kell érteni, hogy megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesültem, részesítettél. De milyen dicsőségre kell gondolnunk? Arra az alapvető isteni állapotra, és az Istennek a megközelíthetetlen, végtelen nagyságára, amely az emberben szent félelmet vált ki. A dicsőség azt jelenti, hogy az ember valaki előtt megilletődik, látja a másiknak, a másik személynek a nagyságát persze lehet ezt használni az előbbi esetekre is, hiszen a híres emberektől az, a többiek autogramot szoktak, aláírást szoktak kérni. Ma már a mobiltelefonok világában az elfizés, tehát egy ilyen közös kép készítése, ezek hozzá tartoznak, ha valaki el akar dicsekedni, hogy egy híres emberrel találkozott, akkor készít vele együtt egy közös képet, vagy pedig megkér valakit, hogy fényképezze le őket. És akkor ez a fény, ez eszmei értelemben átáramlik a, arra, aki csodálja azt a másikat, aki elismeri annak a másik személynek a nagyságát. De az isteni dicsőség ez ennél jóval több. Mert éppen ez a megközelíthetetlenség érzés, a felfoghatatlanságnak a, az állapota, hogy az úristen végtelenül több és nagy, nagyobb, mint mi vagyunk. Tehát nem tudjuk megközelíteni. Tehát az Isten létének és a létmódjának a nagysága és felfoghatatlansága, ez, ez, amit az ember érezhet, ez az, ami az Isten dicsőségét jelenti. Illetve nyilvánvalóan az is, amikor ezt az ember elismeri, amikor bevalljuk magunknak is, meg bevalljuk a másik ember előtt, hogy Isten előtt hódolunk, és legfőképpen magának az Úrnak, valljuk be azt, hogy mi elismerjük az ő nagyságát. Ez az a bizonyos megdicsőlés. Isten dicsősége ez a tárgymutatóban a fő cím, amikor arra keresünk választ, hogy mit jelent ez az Isteni dicsőség. Arról beszéltünk, hogy rászorul az ember erre a dicsőségre, Arról is szó esett, hogy ezt az Isten kinyilatkoztatja az ő létét, és ezért tudunk valamit róla mondani, mert ő beszél magáról. Amit most szeretnénk még jobban kiemelni, ami a tanítványokkal kapcsolatos, nézzük meg a Katolikus Egyház katekizmusában azt, hogy Isten dicsősége és az apostolok, ezek milyen. Milyen kapcsolatra utaló gondolatok a Katekizmus 241. pontjához irányít minket a tárgymutató. Megnézzük, hogy itt miről olvashatunk. Istennek mint Szent Háromságnak kinyilatkoztatása a Fiú által kinyilatkoztatott Atya. Itt van a 241. Pont, de jó, ha elolvassuk az előzőt, a 240-et, amely így szól: Jézus kinyilatkoztatta, hogy Isten korábban soha nem hallott értelemben atya. Nem csak mint teremtő, hanem örök atya az ő egyszülött fiával való kapcsolatban, aki csak atyával való kapcsolatában örök senki sem ismeri a fiút, csak az atya, ahogy senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és az, akinek a fiú őt ki akarja nyilatkoztatni. Olvassuk Máté Evangélium a 11. fejezetének 27. versében. És a következő gondolat, ezért vallották az apostolok Jézust igének, aki kezdetben volt, Istennél, és Isten volt az ige, ez éppen a most elemzett evangéliumnak az előszavában olvasható, ezzel kezdtük már, szinte ugye években számoljuk most már a János Evangélium a elemzését itt a lélekemelőben. Tehát a legelső gondolatsor ez volt, hogy kezdetben volt az ige, és az Istennél volt az ige, és Isten volt az ige annak, aki az apostolok vallották Jézust, annak, aki a láthatatlan Isten képmása. Láthatatlan Isten képmása, a Kolosszai Levél első fejezetének 15. verse utal erre, Jézusban valamiképpen emberi módon és tapasztalattal igyekszünk megközelíteni a az Istent, az Atyát, a felfoghatatlant, mert Jézusban láthatjuk őt, Jézusban cselekszik, Jézusban emberileg szól, Jézusban megmutatkozik a szeretetnek a külső jele, ezért lett az Isten fia emberré többek között. És dicsőségének a kisugárzása és lényegének képmása, utal erre a zsidókhoz írt levél első fejezetének a harmadik verse. Tehát erre a dicsőségre gondolunk, ami tehát nem emberi sztár állapot, nem a ismert személyeknek a ragyogása fizikai értelemben, bár Jézus is magára vette ezt a ragyogást a színeváltozásában, ne feledjük el. Tehát ezek a külső hatások, a felhő, a tündöklés, a hófehér szín, a nagy fényesség és a boldog állapot, amely körülvette a jelenlévőket a színeváltozáskor a tábor táborhegyén. Ez mind külső hordozói a dicsőségnek és a dicsőség állapotának. Van egy előkép is, akiben tükröződik, vagy akiről tükröződik az isteni dicsőség, ez pedig Mózes, akiről a katekizmus a 210. pontban beszél. Miután Izrael vétkezett és elfordult Istentől, hogy az aranyból jut imádja, Isten hallgat Mózes közben járó könyörgésére, és vállalja, hogy együtt vonul hűtlen népével, így mutatja meg szeretetét. Tehát a látható és valóban csillogó istenséghez fordul a választott nép, összeadják minden arany ékszerüket, és egy, meg, egy, egybe öntik, és egy arany borjút készítenek, és azt, azt kezdik imádni, az aranyborjú nyilván csillog a napfényében, de hát nem, ez nem az igazi isteni dicsőség és annak a fénye, hanem csak egy emberi látszat, egy emberi élmény. Tehát az aranyborjúval hűtlenné válik a nép, de ugyanakkor Mózes közben jár a népért, és ezért az Úr tovább vonul a népével, így mutatja meg szeretetét. Amikor Mózes azt kéri, hogy láthassa az ő dicsőségét, Isten így válaszol neki, egész jóságomat megmutatom neked, és kimondom előtted, előtted a JHVH nevet, ez a tetragram, a JHVH, a Héber betűk leírásával, amit egyben olvasva, vagy magánhangzókkal kiegészítve Jahvénak szoktak mondani. A Jahve név az, ami a bibliai név, a Jehova az már nem a bibliai eredeti név a tetragramnak, a Jahve szó származik ebből. Kimondom a nevemet, mondja az Úr, és megmutattam egész jóságomat neked. És most jön az esemény, és az Úr elvonult Mózes előtt, és mondotta, Jahve, Jahve, az irgalom és a könyörület Istene, késedelmes a haragra, gazdag a kegyelemben és a hűségben, olvassuk a kivonulás könyvének, a 34. fejezete 6. versében. És Mózes megtudta, hogy az Úr megbocsátó Isten. Tehát így a szeretetében mutatkozott meg az, hogy nem törölt el a népet a földszínéről, hogy nem sújtotta akkor Oly módon csapással, hogy, hogy megsemmisítse a népet, hát voltak büntetések, mert volt kígyómarás, meg, meg voltak próbatételek a választott nép történelmében, háborúk, és az ellenség leigázta, meg megalázta a népetet. A történelemben sok olyan jel mutatkozott, amelyel Isten nevelte a népét, de Mózes közbenjárására a szerető, az irgalmas Isten mutatkozik meg, és ebben a jóságában tűnik ki Isten dicsősége. Mert az Isten arcát, az Isten nem láthatja senki. Tehát az, ez a boldog érzés, hogy az Úr velünk van, ami aztán az új szövetségben eltölti Pétert, illetve a, ő a szószóló Pétert, Jakabot és Jánostot a táborhegyén, ez a jó érzés, hogy uram, jó nekünk itt lennünk, ez a boldog állapot, ez sejteti meg az emberrel az Isten dicsőségét. Tartsunk rövid szünetet. Most nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Isten dicsőségének titkát igyekszünk megérteni, megismerni a kinyilatkoztatásból, de most a kinyilatkoztatott ige magyarázatra szorul, és ebben a magyarázatban segítségünkre van a Katolikus Egyház Katekizmusa, mert nem emberi okfejtésekre alapozza a magyarázatot, hanem a más bibliai helyekre utalva tárja fel annak az összképét, hogy mit jelent Isten dicsősége. Megnéztük, hogy mit jelent Isten dicsősége az apostolok felismerésében, Mózes esetében, az Ószövetségben, de nézzük meg azt, hogy Isten dicsősége és boldog élete, vajon mit akar ez a gondolat, amit a 257-es pontban találunk itt a katekizmusban, Isten művei a Szentháromságos küldetésről Ó fény, ó boldog háromság, és fenséges egység. Így idézi egy liturgikus szöveget a katekizmus a vasárnapi Zsolozsmának, bizonyos vasárnapjainak a második esti dicséretére utalva. Isten örök boldogság, halhatatlan élet, el nem halványuló fény. Tehát itt megint előkerül a fénynek a szerepe, mert hiszen a dicsőséget a fény képzetével tudjuk legjobban elképzelni és megérteni. Isten a szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek. Isten szabad akaratból közölni akarja boldog életének dicsőségét. Ez az ő jóságos terve, melyet szeretett fiában már a világteremtése előtt eltervezett. Olvassuk az Efezusi levélben, a jóságos terv az első fejezetben már előkerül. Eleve arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által fiai legyünk, azaz, hogy fiának képmását töltsük magunkra, a fogadott fiúság lelkének kegyelméből. Tehát a Szent Háromság felfoghatatlan titka is, ezt sejteti az emberrel, amikor találkozunk evel a logikailag megfejthetetlen hittitokkal. De mégis ez a szeretet állapot, hogy Isten a szeretet, az Isten maga a szeretet, és ez a szeretet, a három személy. Isteni közössége, ugyanabban az isteni lényekben. Ez az a szeretet állapot, ami utal a, a boldogságra és a dicsőségre. Nem ugyanazt jelenti a két fogalom, ezt jól tudjuk, meg hát más szavakat is használunk ezek megkülönböztetésére, tehát más az, hogy boldogság más az, hogy dicsőség, de mégis a kettő Istenben egybe cseng, mert az ő dicsősége azáltal sugárzik ki az ember felé, hogy mi emberek is képesek vagyunk a szeretetre, és a szeretet kapcsolatainkban találhatjuk meg a földi életünkben korlátozottan ugyan, de a boldogságot, a boldogság lehetőségeit. A Boldog élete az, az Istennek, ahogy itt erre a katekizmus utal. Istenból örök boldogság, halhatatlan élet, el nem halványuló fény. Isten a szeretet. Atya fiú szentlélek Isten szabad akaratból közölni akarja boldog életének dicsőségét. Boldog életének dicsőségét. Tehát a boldogság az, ami túl árad, túl csordul, és az Istenből az ember felé árad, a szeretetnek az állapota. És a szeretet, mint tudjuk, nem érzelem csupán, nem egy vonzalom, nem, végképp nem szenvedély, valami érzéki valóság. A szeretetnek többféle elnevezése van, a görög nyelvben is, amelynek latin megfelelői is vannak. Tehát vannak bizonyos árnyalatai, fokozatai, hogyha akár a hit tudomány, akár az erkölcs tan szerint akarunk a szeretetről beszélni, fogalmilag is valóban meg lehet különböztetni egy emelkedett lelkisíkon kibontakozó szeretetet az ero, erosszal, vagyis a, aminek aztán a a szöveg szóváltozata az erotika, ami már kifejezetten hát inkább testiséget jelent, és a testi vágyakat és vonzalmat és annak az aktusait, de nem ez a szeretet. Ennek van egy árnyalata, ami külső jelekben megvalósul, hát végképp nem az isteni szeretetre vonatkozik, ez utóbbi, válfaja a szeretetnek, mert a, inkább a boldog együttlét, ez a lelki közösség, összetartozás, biztonságérzet, és az egymásnak való örvendezés, amit a szeretet közösségben tud az ember megtapasztalni, ezek jelentenek olyan lelki világosságot, amelyek utalnak Isten dicsőségére. Isten azáltal dicsőül meg, hogy a szeretet megvalósul a teremtményei között, és ezt a szeretetet az Úr Jézus, az Isten Fia mutatta meg az engedelmességével. És megdicsőül az Atya a tanítványokban is, hogyha Jézus példáját követik. Nézzük még, mi az, ami fontos lehet a dicsőség elemzésében. Hát, valójában még mielőtt az egyház eseteire vonatkoztatjuk a dicsőség kifejezést, az isteni dicsőséget, nézzük meg, hogy a teremtésben miként valósul meg az Isteni dicsőség ezt a 293. és 94. pontban fejti ki a katekizmus. A cím is erre utal, a világ Isten dicsőségére teremtetett. És hát nyilván a szép Zsoltár is eszünkbe e, jut, hogy a világ Isten dicsőségét hirdeti, kezének művéről valla, a vallamény Alapvető igazság, melyet a szentírás és a szent hagyomány állandóan tanít és magasztal. Itt utalást találunk a 33. Zsoltár 6. versére, vagy a 104. Zsoltárra. Ezek hirdetik tehát Isten dicsőségét, ezek a szép veretes imádságok az Ószövetségben. Isten teremtett minket és mindent, magyarázza Szent Bonaventura, nem azért, hogy növelje dicsőségét, hanem hogy kinyilvánítsa és közölje dicsőségét. Istennek ugyanis a teremtéshez semmi más indoka nem lehetett, csak szeretete és jósága. A teremtmények Istennek a szeretet kulcsával kinyitott kezéből jöttek elő, és ahogy azt az első vatikáni zsinat kifejti, ebből egy idézet a zsinati tanításból, Isten jóságával és mindenható erejével, nem boldogságának növelésére, nem is megszerzésére, hanem tökéletességének Kinyilvánítására, a teremtményeinek adott javak által, szabad elhatározással, az idő kezdetétől a semmiből alkotta mindkét teremtményt, a szellemit és a testit. És hát így áll fenn az ember a test és szellem egységében, és vannak külön létezők, vannak csak testi, vagyis anyagi létezők, szellemiség nélkül vannak tiszta szellemek, mint az angyalok, a jók vagy a bukott angyalok. Tehát megteremtette a testit és a szellemit, és bennünk a kettőt egybe fűzte, és így alkotta meg az emberi természetünket. És így aztán az ember képes, mint Isten képmása a szeretetre, és ebben a szeretet megélésben tudjuk felfogni valamiképpen, Istennek a nagyságát úgy, mint forrást, akiből táplálkozik a mi emberi szeretetünk. Mert mi még talán el tudjuk magyarázni, hogy egy másik személy mit jelent számunkra, bár ez sem könnyű, tehát a szeretet kapcsolatainkról is nehéz beszélni, mit szoktunk, vagy mit tudunk elmondani, Hát, hogy mi az, ami vonzó a másikban, milyen megjelenés, vagy milyen magatartás, mi az, ami kedves nekünk, amivel, ami megnyerő nekünk, ami miatt valakihez ragaszkodunk. El, el tudom mondani egy-két jó tulajdonságot, értéket a másikból, de azt. Teljes mértékben ezt nem tudjuk kifejezni, hogy mit jelent a szeretet. Valósága egy másik személy iránt körülírni tudjuk. Teljes mértékben nem tudjuk megmondani. Tehát így vagyunk a jóisten iránti szeretetünkkel is, és éppen ezért a szeretet olyan állapot, amely érezteti velünk azt, hogy ez valami isteni, természet feletti, mert hiszen mi még arra se vagyunk képesek, hogy maradéktalanul beszámoljunk a szeretet valóságáról egy másik, egy, egy, egy emberi kapcsolatban, egy személyes kapcsolatban, tehát megközelíthetetlen, mert hiszen az Isten világához emeli föl a szívünket. Ez a szeretet lényege, és Istennek nem volt szüksége arra, hogy növelje a boldogságát. Nem úgy van az, hogy vannak az emberi világban bizonyos kettelések, vagy idegen szóval hobbik, és akkor valaki készít valami olyan eszközt, ami neki kedves és fontos, vagy mit tudom, megcsinálja a horgászbotját, és kialakítja a hor horgász szokásait, és akkor ebben a hobbiban a kedvét leli, és ezért áldoz, vagy készít valamit az ügy érdekében, vagyis alkot magának valami eszközt, vagy, vagy ki alakítja a módszerét, mert az is alkotás az ember részéről, egy szellemi alkotás, hogy bizonyos módszereket az ember kitalál a cselekedeteinek a a rendszeressé működtetésére. És az Úristennek nem volt erre szüksége, hogy most magának ilyen játékszereket, vagy teremtsen vagy egy kis színházat, amit aztán nézhet a történelem során, mert van mit nézni az emberi történelemben, és vannak események, de ne, nem erre van az Istennek szüksége. És nekünk sincs szükségünk arra, hogy magunkat boldogítsuk, mert a szeretet a másikra, a másik személyre irányul. Lássuk, hogy még hogyan mutatkozik meg a teremtésben, illetve az egyház életében az isteni dicsőség. Rövid szünet után folytatjuk. a nézőink! A Lélekemelő című vallási műsorunk mai adásának harmadik részéhez érkeztünk. Bár a Lélekemelő a Biblia tanítása nyomán elindult gondolkodás, közös elemzés, ezt a célt szolgálja a műsorunk, de néha lehorgonyzunk egy-egy mondatnál, vagyis a Biblia egy-egy versénél, egy-egy fogalomnál, és ezt tesszük ma is, amikor a dicsőségről gondolkodunk, hiszen itt van az alapige, a János Evangélium a 17. fejezet 22. verse. Megosztottam velük a dicsőséget, melyben részesítettél, hogy egyé legyenek, amint mi egy vagyunk. És ebből aztán, ebből a szeretet egységből tűnik ki a világ számára is valójában az isteni dicsőség. A teremtésben még van egy gondolat a 294. pont a katekizmusban. Isten dicsősége az, hogy jóságának-e megnyilvánulása és közlése, melyek miatt a világ teremtetett, megvalósulnak. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének dicséretére. Olvassuk az Efezusi írt levél első fejezetének 5. és 6. versében. Isten dicsősége ugyanis az élő ember, az ember élete pedig Isten látása, ha ugyanis már Istennek a teremtés által történt kinyilatkoztatása életet ajándékoz minden lénynek, akik a földön élnek, sokkal inkább ad életet az atya ige által történő kinyilatkoztatása azoknak, akik Istent látják. Így értekezik az eretnekségek ellen szent Ireneusz. Isten dicsősége rajtunk tükröződik. Tehát az emberen vissza kell térnünk ahhoz a gondolathoz, hogy valóban a szeretetünkben és abban a boldog állapotban, amelyben jól érezzük magunkat, és biztonságban vagyunk, ha velünk van az Isten, és velünk vannak a szeretteink. Ebben kibontakozik, az isteni dicsőség, és a kinyilatkoztatott szó, teremtő szó az Isten részéről, tehát az is kinyilatkoztatás, amikor az Úr kimondja azt a teremtéskor, hogy legyen, és kimondta ránk is az emberekre, hogy legyen az ő képmására alkotott ember. Na de nézzük, hogy miként él az ember, mint az Úr képmása az egyházban. A 434. pont a következő hivatkozási hely. Jézus föltámadása megdicsőíti a szabadító Isten nevét. Mert ettől fogva Jézus neve teljesen kinyilvánítja legfőbb hatalmát annak a névnek, mely fölött áll minden névnek, már mint a Jézus név. Erről van szó. A gonosz lelkek félnek az ő nevétől, Jézus tanítványai az ő nevében művelnek csodákat, mert amit kérnek az atyától az ő nevében, megadja nekik. Ezek mind szentírási helyekre alapozott megjegyzések. Hát a csodálatos Filippi himnusz az, ami visszhangzik ebben a tanításban, hogy Jézus nevére meghajol minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdeti, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És Jézus nevére megfutamodik a gonosz, és Jézus nevére jó dolgok történnek, ezért ebben a szent névben és ennek kimondásában valójában megdicsőítjük az Istent, hiszen a Jézus névben is benne van maga az Isten név, aki minket szabadít és boldoggá tesz. 824-es pont, vajon mit találunk itt? Krisztus a vele egyesült egyházat megszenteli, tőle és benne az egyház megszentelővé válik. Az emberek megszentelésére Krisztusban és Isten dicsőítésére, mint célra irányul az egyház minden tevékenysége. Az egyházban le van téve az üdvösség eszközeinek egész teljessége. Benne Isten kegyelme által elnyerjük az életszentséget. Az egyház megszenteli az embereket, Jézus erre bíztat minket, hogy legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok, tökéletes. Az Ószövetség szentség törvénye is erre ad felhívást, hogy szentek legyetek, amint én az Úr szent vagyok. De ebben valójában ebben a, az egyházi megszentelő tevékenységben segítséget ad a közösség számára az Úr és a közösség tagjainak, hogy meg tudjuk szentelni az Isten nevét, hogy a mi atyánkban is imádkozzuk, hogy szenteltessék meg a te neved. Tehát az Isten jóságára tudjunk másokat vezetni. Amikor, sajnos mondhatjuk így, hogy ritkán egy különlegesen jó emberrel találkozunk, akkor akkor nehéz felfogni, hogy hogyan lehet valaki ilyen jó. És az ember mindig fél attól, hogy esetleg csalódás éri, hogyha jó emberrel találkozunk, vajon ez meddig fog fennállni, meddig tudunk valakiben bízni, vagy meddig élvezhetjük a másik jóságát. Nem átmeneti dolog ez, hiszen az emberi természet meggyengült. És be kell látnunk, hogy valóban, a, az isteni jóság képes tükröződni az, az emberben, de mi azért álhatatlanok vagyunk és gyengék vagyunk. Nézzük tehát, hogy még milyen megnyilvánulásai vannak az egyház életében Isten jelenlétének és dicsőségének. Az 1204-es pont következik, ahol ezt olvassuk. A Szent Liturgiára vonatkozott tanítás. A liturgia ünneplésének meg kell felelnie a különböző népek szellemének és kultúrájának. Annak érdekében, hogy Krisztus misztériuma nyilvánvalóvá váljék, a hívő engedelmességre minden népben, minden kultúrában hirdetni és ünnepelni kell, és át kell vinni az életbe úgy, hogy ezt a kultúrák, ezek a kultúrák ne megsemmisüljenek, hanem a misztériumtól megváltást és tökéletesedést nyerjenek. Isten gyermekeinek sokassága a magas sajátos emberi kultúrájával, miután Krisztus magához emelte és átformálta, e kultúrán keresztül jut el az atyához, hogy az egy lélekben dicsőítse őt. Az emberiségnek sokféle embere van, nem csak embertípusok vannak, vagy genetikailag vannak különbségek és sokféleségek, hanem a közösségek együttélésének is megvannak a gyümölcsei eredményei, ezek a bizonyos különböző kultúrák, és ennek a lényege az, hogy bárki, bárhol él, bármilyen hagyományai, szokásai vannak, mindenki képes, akár egyénileg is, akár közösségben is, az Isten jóságára, rámutatni a maga értékeivel, hogyha ért, igazi értékekről beszélünk. Tehát a különböző kultúrák nem csak nem oltják ki az egyik a másikban az Istenhez való tartozásnak a lehetőségét, hanem erősítik azt sokféle kultúrat, sokféle módon tudja ábrázolni az isteni dicsőséget. És végül a mai találkozásunk utolsó idézete, illetve hát az Isten dicsőségéről szóló értekezésünk lezárása. A katekizmus 2639. pontja. 2639. Szentpálnál ez a bizalom merész, melyik bizalom az imádságra vonatkozó Jézusi figyelmeztetés, mert a léleknek bennünk való imádkozására is az Atya hűséges szeretetére támaszkodik, aki nekünk ajándékozta egyszülött fiát. Az imádkozó szív átalakulása az első válasz, kérésünkre. És itt a hatékony imádságról van szó, Jézus biztatásáról, hogy kérjünk bátran az ő nevében, és, az, és megadja az Atya nekünk, amire szükségünk van. És nézzük meg még, ez most a 2739-es pont volt, és a 2639-es lesz a záró, gondolatunk. A dicséret, az az imaforma, ez is az imádságról szóló gondolat, mely egész közvetlenül Istennek ismeri el Istent. Önmaga miatt énekel neki, dicsőíti őt, nem azért, amit tesz, hanem mert ő van. Részesedik a tiszta szívűek boldogságában akik a hídben szeretik őt, még mielőtt a dicsőségben látnák. A dicséret által a lélek társul a lelkünkhöz, a Szentlélek, és tanúsítja, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tanúságot tesz az egyetlen fiúról, aképpen gyermekké fogadtatunk, s aki által dicsőítjük az Atyát. A dicséret összefogja a többi imaformát, és elvezet ahhoz, aki forrásuk, és céljuk. Az egyistenhez, az atyához, tőle származik minden, és mi ő érte élünk. Az Istent dicsérni nem úgy szoktuk, mint ahogy mi egymást dicsérjük valami tulajdonságáért, eredményéért, a másik embert megdicsérjük, sikeréért, jóságáért, hanem azt mondja a katekizmus, hogy az, nem azért dicsőítjük Istent, amit tesz, bár a háladó himnuszunk a Tedeum, Deum, téged Isten dicsérünk, téged Úrnak ismerünk, tehát ez csupa Isten dicséret a Tedeum, így is kezdődik Te Deum Leodámus, téged Isten dicsérünk, de nem azért, amit tesz elsősorban, még akkor sem, ha a Te tele van az isteni jóságnak a műveivel, vagy annak felsorolásával, de azt mondjuk, hogy azért dicsérjük Isten, mert hogy ő van. Így is mutatkozott be Mózesnek, én vagyok, aki vagyok. Ő a létező, az ő létért mondunk az Úrnak dicséretet, és nyilván a saját létünkért is. Kedves nézőink, becsukom a katekizmust, most egyelőre a dicsőség fogalmának elemzését befejeztük, és a János Evangélium 17. fejezet 22 versének a fogalmát így bőséggel körüljárva próbáljuk és próbáltuk megérteni, hogy mit jelent az Isteni dicsőség, amelyben nekünk is részünk lehet. Köszönöm kedves nézőink figyelmét, érdeklődését a Lélekemelő című valási műsorunk végén. Isten áldását kérem minden kedves nézőnk és szeretteik életére, dicsértessék a Jézus Krisztus.